Mai esténk tárgya emlékeztek, az volt a meghívóban is, hogy a választójog a országgyűlési törvényhozás, a demokrácia szívdobbanása. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, és úgy élik, hogy először a házigazda mutatkozzék be, úgyhogy most, ha megengedik, akkor én először bemutatom az itt egybegyűlteket, mégpedig tárgy személyen. Szoktunk szavazni, az első szavazásnak mindjárt neki is ugrunk. Következő kérdés, utalnék a Churchillnek tulajdonított bombóra, emlékeztek, hogy a demokrácia nagyon rossz rendszer, annál csak az összes többi rosszabb. Ugye? Tehát ebből kiindulva azt szeretném megkérdezni, hogy ki gondolja úgy közületek, mint Churchill, tehát hogy a demokrácia lehető legjobb politikai berendezkedés, amit el lehet képzelni, ki igennel szavaz, emelje fel a kezét, súnyogni nem lehet, magasra. Jó, akkor úgy látom, hogy viszonylag elsőbb többség van, tehát akkor jelentem a vendégeimnek, hogy itt a demokrata. Elkárt, abszolút nincs. Jó, a sorában nem lehet ez. Igen, tulajdonképpen akkor a mi bemutatkozásunk szerint ebben a tárgyban elég is. És akkor én meg is kérném vendégeinket, hogy ők is mutatkozzanak be. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Demény Pál professzor urat, tapsoljuk. Ugye mielőtt ő magát bemutatná, én leveszem az ünkenyerét egy picit, azt szeretném nyomatékosan a figyelmetekbe ajánlani, hogy a professzor úr kórházi kezelésre jött el közénk, amiért kétszeresen is hálásan lehetünk. A saját életéről pedig akkor úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha ő maga, hiszen ő tudja a legjobban. Néhány szóval ismertesse életútját, professzor. Mit mondjak magamról? Már említette a leglényegesebbet, ami a jelenlegi szituáció, nevezetesen, hogy egyébként az Auburnból jövök, ahol egy ilyen rehabilitációs folyamat folyik. Ez egy bál operáció következménye, ami hát egy ilyen foglalkozási betegség lehet, mert jó 55-60 évet töltöttem el íróasztalnál, és írva és olvasva vállam tönkrement, mind a kettő, de csak az egyiket persze tudtam most operáltatni, és azt hittem, ez egy hónappal ezelőtt volt, azt hittem, hogy egy hónappal később én vígan tudálok majd, és elfelejtettem az egészet, hát erről szó sincs, úgy látszik, hogy ez egy hosszadalmas folyamat, az ízület túl komplikált, amit mondják. De nem erről akar illenék beszélni, hanem foglalkozási hátterrel. Igen, hát egy kicsit annyit a professzorról úgy tudom, hogy kelet-magyarországi születés. Igen, nyíregyházi születésű, bár én Nyíregyházában elkerültünk három éves koromban, elkerültünk Edelénybe, ott volt apám a járásbíróság elnöke, ami azzal a kellemes side benefittel járt, hogy a Coburg kastély fele a bíróság volt, a másik fele pedig az elnöki lakás, úgyhogy igen, nagysírűen értünk. Ott kezdtem az elemi iskolát, amire nagyon jól emlékszem, az első elemibe. Az első leszke az volt, hogy ha kérdezik tőletek, hogy ki a tanítótok, mit feleltek? És ezt állandóan ismételni kellett, hogy a tanítónk Vitéz Nemes Kis Benedek János edelényi kántor tanító. Ezt be kellett mondani bárki, aki kérdezte. De aztán onnan hamar el kellett jönnünk, mert a bátyám gimnáziumi korba került, Edelényben nincs gimnázium, a szüleim nem akarták intézetbe tenni, úgyhogy elkerültünk Debrecenbe, ahol volt egy kitűnő piarista gimnázium, oda jártunk mind a hárman, három fiú gyerek volt. Hát ez kezd kicsit hosszadalmas lenni, aztán a
piaristákat államosították. Én akkor hatodikos voltam, de nyolcadikos koromban fél évvel a érettségi előtt kicsaptak az ország összes középiskoláiból. Úgy látszik, hogy a új igazgatónak baj volt a fején, és ilyen osztályharcos érdemeket próbál szerezni, de szerencsére volt ott egy kitűnő másik intézmény, a Debreceni Református Kollégium, amit meghagytak az állam kezébe, és családi kapcsolatok révén felvettek oda, és ott érettségiztem 51-ben kitűnő eredménnyel. Azonban tekintve a Priusomat még applikációt se kaptam egyetemi felvételre. Úgyhogy elmentem a debreceni Tiszántúli távvezeték építő vállalathoz betondömbölőnek. És egy szép napon azt olvasom a újságban, hogy augusztus volt már, hogy tolmácsképző főiskola nyílik Budapesten. Mondom, hogy lehet egy új iskola, már mindenkit felvettek, kimegy oda. Hát, úgyhogy vettem egy sárga lapot, és felírtam rá, hogy engem nagyon érdekel az ide való felvétel. Megadtam a címemet. És csodák csodája, kaptam elég hamar egy választ, hogy jelenjen meg a múzeum körülton itt és itt vizsgálatra. Hát gondoltam, hogyha én elviszem az érettségi bizonyítványomat, amiben benne van ez a Prius, hát szóba se állnak velem, úgyhogy csak felmentem Budapestre minden papír nélkül. És ott volt egy kis bizottság, amelynek az elnöke kérdezte, hogy milyen nyelv érdekli. Hát én franciául akkor jól beszéltem, és mondtam francia. Erre az elnök kezdett franciául beszélni, és jó kis beszélgetés támadt ebből. Nem kérdeztek semmi más. Azt mondták, na jó, majd kiértesítjük. Hát hazamentem, gondoltam, ebből se lesz semmi haszon, de másik csodák csodája, kaptam egy express levelet, hogy értesítem, hogy felvettük a közgazdasági egyetemre diákszállója itt és itt, jelentem meg ekkor és ekkor. Az, hogy közgazdasági egyetemig egy szóba fel sem merült. Úgyhogy egy ilyen fejetlen processzus lehetett, ahol ilyen papírokat dobáltak, hogy innen hiányzik még 20 ember, és így tovább. A tolmácsképzésről soha többé nem hallottam, szerintem nem is nyílt ilyen egyetem, ilyen főiskola. Nyilván a idegen nyelvek szakjára hagyatkoztak ebben. Hát, túl hosszan beszélem ezt, úgyhogy én azért a 56 után professzor úr kikerült külföldre. Kikerültem Svájcba, ahol Genfbe egy ideig hallgattam a nemzetközi tanulmányok főiskoláját, egy híres egyetem. De aztán megkerestek Amerikából egy NGO-tól egy új intézmény, Population Council, amelyik ajánlott nekem egy egyéves ösztöndíjat. Amit nehéz volt elfogadni, mert közben Alfred Sobi, aki a Párizsi Demográfiai Intézet igazgatója volt, azt mondta, hogy jöjjek Párizsba, ott dolgozhatok a INED-nél, és egy év múlva francia állampolgár leszek. Hát azt gondoltam, hogy sok tanulnivalóm van, úgyhogy az amerikai megkeresés sokkal előnyösebbnek tűnt, és azt mondtam az interjún, hogy igen, elfogadnék egy egyéves ösztöndíjat örömmel. Hát hova akar menni? Hát az igazság az, hogy én angolul jól olvastam, de életemben egy szót angolul nem beszéltem.
teljesen képtelen voltam angolul beszélni. Ezzel az emberrel, aki engem interjúolt, szintén franciául beszéltünk, és nagyon imponált neki, hogy az én franciaságom jobb, mint az ő franciasága. Tehát azt mondja, hova akarna menni? Hát mondom, Merchant Princetonba. Az igazság az, hogy az egyetlen amerikai intézmény, amelyik népesedési kérdésekkel foglalkozott, amit ismertem, Princetonba volt, úgyhogy mi más mondhattam volna, hogy Princetonba. Azt mondja, hát ez nagyon nehéz lesz, ő azt ajánlja, hogy Chicagóban menjek. Mondom, Chicagóban nem megyek, mert arra gondoltam, hogy Budapesten a legsötétebb sarka, egy Chicagóban, és nem tudtam semmit a híres Chicagói Egyetemről. Na jó, hát megpróbáljuk. Egy szó, mint száz, én októberben kikötöttem Princetonba, és kezdtem talárba vacsorázni egy gótikus terembe, akkor Princeton nagyon más volt, mint most. Csak férfi hallgatói voltak, és hát kezdődött egy év, ami hát sok munkát igényelt, de az év végén vizsgáztattak, és kaptam egy második éves ösztöndíjat. Hát egy szó, mint száz, 61-ben megkaptam a közgazdasági PhD-t, és elég ritkaság ajánlatot, hogy maradjak ott tanársegédnek. Ott is maradtam tanársegédnek, és egy famulusa voltam ennek a demográfiai intézetnek, ami Princetonon belül működött. Tehát ott voltam majdnem 5 évig, amikor kaptam egy ajánlatot, hogy associate professornak a University of Michiganbe, ahol voltam 4 évig, és lettem full professor. Akkor elhívtak egy visiting professzorságra Berkeleybe, Kaliforniába, ahol nem sokáig maradtam, mert kaptam egy másik ajánlatot a University of Hawaii-ból. Hawaii akkor az új állam volt, az 50. állam, és Lyndon Johnson nagyon akarta, hogy hamar olyan intézmények legyenek, amire az ország büszke lehet. Az egyik ilyen volt a Hawaii University, a Hawaii Egyetem. Mondtam, elfogadom ezt az ajánlatot, de csak akkor, hogyha indítatok ott egy ilyen East-West demográfiai intézetet, amit véleményem szerint nagyon hiányzott. Amerika fő érdeklődése akkor demográfiai szempontból Afrika és Dél-Ázsia volt. Ez meg is lett. A következménye aztán a legfontosabb demográfiai tanulmányainak a... Hát ekkor én még demográfiára specializáltam, ami analízis, táblák, matematika, statisztika, de egyre inkább elégtelennek találtam az amerikai hozzáállást a népességpolitikai dolgokhoz. Bakon ezt a fejlődésben lévő országok problémájának tekintették, teljesen ignorálva azt, hogy egy probléma emerges Európába és Észak-Amerikába is. Ezzel nem törődtek, és azt gondoltam, hogy törődni kellene. Úgyhogy amikor kaptam egy másik ajánlatot New Yorkba, a Population Council-tól, ami egy Rockefeller alapítvány volt, megegyeztem vele, hogy elmegyek oda, hogyha csinálhatok egy intézményt, ami a népesedés politikával foglalkozik, nem csak nem demográfiával.
és hogy indíthatok egy folyóiratot, aminek a hiányát nagyon éreztem Amerikába, amit mindkét feltételemet elfogadták. Úgyhogy elmentem New Yorkba, visszamentünk New Yorkba, akkor már fiam második gyerek Honolulu-ban született. Mit mondjak? Megkezdődött ez a folyóirat, nagyon jól ment, ennek 38 évig a szerkesztője voltam, ma is virágzó és ezen a területen Amerika első folyóirata. Mi ennek a pontos címe? Population and Development Review. És 38. évfolyamában volt, fejezte be, amikor én egy héttel elmúlt 80 éves koromban nyugdíjba mentem. De hát aztán eléggé folytattam professzionális tevékenységeket. Az ottani tapasztalatom nem volt mentes a csalódásoktól, mert ez az intézményes institút egyre kevesebb támogatást kapott. Volt egy bevett irány, hogy mi a megoldás a fejlődésben lévő országok problémáinak, és ez egy kontraceptív válasz volt, ami hát egy abszurd válasz, de hát a csatáimat ezzel sorra elvesztettem. A review kárpótolt ezzel. Bocsánatot kérek, hogy ez ilyen hosszan sikerült, de aztán visszajöttem időnként elég gyakran Magyarországra, és hát nagyon sok helyen szerepeltem én, több mint 30 országban tartottam előadásokat. Itt említettem, hogy nem mint Demény Pál, hanem Demény Pál Györgyként vagyok ismerős, legalábbis az akadémián, hogy megkülönböztetve legyek a talán híresebb Demény Páltól. Bocsánat. A híresebb Demény Pállal tudjuk, hogy egy régi kommunista volt, ugye, akit először csaptak le a Moszkvából visszatért moszkvita kommunisták 1945. januárban. Köszönjük szépen! Az az igazság, hogy professzor úr életútja szomorúan ismeretlen Magyarországon, úgyhogy köszönjük, hogy beavatott minket. A tudományos eredményei pedig sorra fognak kerülni az estében, azért azokra nem engedtem, hogy kitérjen, megkértem, hogy ne most részletezze. Stumpf István alkotmánybírót, ugye mondanak, hogy tényleg személyesen ismerik. Mielőtt bármi történik, tapsoljuk meg őt is. Alkotmánybíró, kérdés, mutatkozzon be. Itt könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen őt is. Az én életemben egy kicsit más pályájú, mint professzor úr, bár az enyém is professzorságba végződik, és ennek körülök. Én egy első generációs fáparasz gyerek vagyok, aki majdnem akkor vendég lett, mert én Sárospatakon születtem, de mellette Herceghút, ez egy 1000 fő zárt fáp település, ahol nagyon erős közösségi élet volt, van, és ahol még én latinul tudtam a misét, most például gyerekkoromban ilyenkor, akkor még hó volt, és jártunk ebben a hajnali fél hatkor a Rorátéra. Szóval egyszerre volt az ember harangozó, minisztráns és kántor, szóval sok minden, most is előbb ki tudnék rád versenyre a közéleti szereplőkkel, ki tud fejből több egyházi éneket. Úgyhogy én a közösség élmény ez számomra fontos, és innen hoztam magammal ebből a faluból, meg a Sárospataki gimnázium is ebből a szempontból érdekes volt, színes, széles vászon. Gyerekkorom volt a tenkés kapitány játszásától kezdve színdarabokon keresztül is játottok a jegeljátékbotok közt. És ezzel az indítatással jutottam el az egyetemre, a jogi karra, Pestre, és tulajdonképpen ez az indítatás volt az, ami miatt én a szakkollégium megszervezésében, a később Ivó István elvetviselő szakkollégium alapításában, tehát én alapító igazgatója voltam, és az első 5 évben ott töltöttem ezzel a mostani. Hát azért az ritka a történelemben, hogy egy Anna Materből kerül ki az ország miniszterelnöke, az ország házelnöke és az ország köztársasági elnöke.
ez történt. Tehát ezeknek a, ennek a generációnak a, ebben az értelemben a mentora vagy tanára, vagy közösen szocializálódik a kommunizmus idején, ami hát egy ilyen érdekes, tanúságos, civil társadalom újjászületésének a korszaka volt, ahogy a szegény Vicházi Perciben mondta, a körök kora. A rendszerváltás hajnalán végül is én úgy döntöttem azon túl, hogy a Viszontnak voltam az első és utolsó elnök, a Viszont a Magyarország Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa 33 szervezetet tömörített és a liberum veto uralkodott, de aztán a újraválasztáson ennek visszaszmerepedályoztam, mondván, hogy beleszólnánk az ifjúsági pénzek elosztásába, ez 89-90-ben volt. MDF alapító tag voltam, a Fideszben soha nem voltam tag, valóban tagja voltam az MSZMP-nek, tulajdonképpen az egyetemen végzés felé Mihály Mihály, Judit Péter, akkor előbb nem volt tagja, de valójában ez a fiatal katolik körnek arra ösztönözte a végzősöket, hogy érdemes ebben a dologban részt venni, és hát inkább a Kozsgai féle reformkörhöz volt valamilyen között. Aztán eldöntöttem, hogy én nem szállok a politikába, ennek az lett az eredménye, hogy különböző amerikai ösztöndíjak, rövidebb, hosszabbakat csináltam, így például German Marshall Fund ösztöndíjas voltam, az 6-7-es utazóit ösztöndíj, de az igazi fél éves ösztöndíj a Harvard Kennedy School-on volt, ahol a családomat is eljöttem, akkor csak 3 gyerek volt, azóta már a negyedik is megszületett, egy fészekaj volt. Hát, és az amerikai tapasztalatok azért voltak érdekesek, mert erre alapulva alapítottuk meg a századi politikai iskolát, ami egy ilyen posztgraduális politikai központtá vált később, sokféle generáció, de főleg a határokról magyarok képzésében vállalt kulcsfontosságú szerepet. Ugye én bennmaradtam fiatal tőkösként az egyetemen, és ezzel párhuzamosan tudományos ösztöndíjat reformonként, tehát tanársegédként az egyetemen, az államiség elmélet tanszéken, és ezzel párhuzamosan a kollégiumot csináltam az első 5 évig, és aztán átadtam a újabb generációnak. A századvég építése, a kutatóintézetté akkor a kormányzati program előkészítésében való részvétel a 90-es években, a kormányzás 2000 kutatási program aztán vetette fel azt, hogy a Fidesz választási győzelme után a miniszterelnök azt mondta, hogy hát István, hogy itt van a lehetőség, akkor most már nem az elméleti dolgokat kell csinálni, hanem ki lehet állni gyakorlatban is mindezeket. Jósítani, és így lenni a miniszterelnök hivatal vezető miniszter, és tulajdonképpen valójában mi intézményesítettük a marcellárius kormányzás az összes új formátumával, a statekkel, bővárdászlóval, a mozogborókaival, a kormányzati kommunikációval, tehát a modern politikának számos valami jelvét üttük be. Egy nagyon törékeny koalíció szerkezettel, kisgazdákkal, Józsi bátyámmal, Salmát, meg mindig szerette. Kérdeztem tőle, hogy Jóska bátyám, azt mondtad, hogy ti meg fogjátok nyerni a választást. Tisztán, megálltunk fél úton pihenni. Nagyon tanulságos volt ez a 4 év, és végül is nem volt ennek. Ugye Viktor 35 éves volt, én 41 éves, de azért voltak idősebb professzorok Csikántól, Google Árpádon keresztül másokig, akik Martonyék, akik volt élettapasztalatuk, tehát ez ki is egyensúlyozta ezt a csikó csapatot. De a Fidesz elvesztette a 2002-es választást, én visszamentem a századvégbe. És akkor tulajdonképpen az igazi think tank, nagyköz típusú kutató helyé fejlesztettük a századvéget. Akkor nem volt ennyire benne a kormánytenekére, mint most. Tehát volt egy egészséges távolságtartás, ami kellett szellemi ügyetlenséghez, a forrásaink is részben piaci források, részben ilyen fundraisinggel összeszedett források voltak. És akkor jött 2010, és akkor 2010-ben gyakorlatilag, ha egy jogász bármilyen módon is jogásznak definiálja magát, kap egy lehetőséget arra, hogy alkotmánybíró legyen, az nagyon nehéz arra azt mondani, hogy hát ezt nem tettek el. Úgyhogy végül is majd a történet kiderítni, hogy miért jött ez a felhívás vagy lehetőség, akkor én a századvég elnöke voltam, a miniszterelnök alkotmányozó tanácsadó területének a tagja, a Péter másokkal.
És a Fellegi Tamás akkor éppen bement a kormányba, tehát akkor éppen az egyik ilyen üzleti portfólióját is átvettem volna, amire azt mondták, hogy majd megveszi az RTL felét, tehát lehet, hogy még védik. Múl is lehetett volna belőle, de hát nem ez történt. És nem bántam meg végül is ezt a hét és fél évet, amit eltöltöttem az Alkotmánybíróságon. Sokszor konfliktusba kerültem a kormányzó pártlogikájával, azért, mert én azt gondoltam, és azt gondolom ma is, hogy ha az Alkotmánybíró leteszi az esküvét, akkor alkotmányra, alkotmányos értékek követésére és azok tiszteletben tartására teszi az esküt, és erre akár a kétharmados alkotmányozó többséget is kötelességet figyelmeztetni. Ez nem mindig esett jól a társaságnak, sok alkotmányos vita volt az alkotmánybíróságban, mi létem első periódusában, most már konszolidálódott valamelyest a helyzet, tehetségtanúságos és értelmezésre szoruló szituáció, de továbbra is elősegítődöm a falunkhoz, sokat járok le Herceg útra, minden augusztus 20-a környéki időszakot ott töltöm, van egy nagyon híres világbajnokság részét képező két vincesor a falu két végén. Azt tervezik, hogy a lerombolt, mert hogy már nem jön senki a felmenőjünk közül, lerombolt családi házszerére érítünk egy újat és talán még gyerek, vagy az unokák közül tudunk oda lejárni. Úgyhogy végül is 3 éve volt egy csípőprotézis műtéten, de azóta ide jobban megy a tenisz, tehát azt gondolom, hogy most voltam 60 éves, de egyelőttnek érzem. Nagyon helyes. Azt hiszem, az alkotmánybíró életfogytiglani kinevezés. Nem, másfél év, 9 éve lettem választva. Én vagyok a legidősebb alkotmánybíró, by serving. És van még másfél éve, és én vagyok az egyedül újra választható. A többieket 12 évre választották, ők nem választhatók újra. Akit 9 évre, a Mihály professzor úrra választottak 9 évre, ő a 70 éves korhatárt elérte, akkor még volt 70 éves korhatár, de utána eldörölt a nagybölcsességi parlament, úgyhogy most már addig maradnak, amíg a hamut és a mamut nem keverik össze. Tehát most már van legalább 2-70 év fölötti alkotmánybírónk, de elvileg az az esély is fennáll, hogy a beszélje, nem tudom ezt ki, hogy a fordítja, hogy még az újraválasztás is szóba jöjjön. Köszönjük szépen! Annyit azért hadd bocsássak előre, hogy a Snuff István úrtól hallott életút az lehet, hogy majd néha előkerül még ma úgy is, ugye, hogy esetleg őt tesszük megfelelőssé bizonyos megtörtént dolgokért. Gondolok itt a mai központi témánkra, a választójogra. Úgy is szóba kerül, hogy csak akkor majd Snuff István alkalmatán elmondja. A választójogról lesz szó, és akkor most neki megyünk a szakmának. Először megint megszavaztatnálak titeket. A kérdés úgy szól, igen, de vagy nem, mert kell válaszolni, nem lehet kibújni. Igazságos-e a magyar választási rendszer végeredményben is alapvetően? Most sok mindent lehet hallani a rádióban, hetente elmondják minden politikai erre a maga véleményét. Nem kívánok befolyásolni senkit, ezért még egyszer megismétlem a kérdést. Igazságos-e a magyar választási rendszer, aki szerint igen, jó-magas-e emelje fel a kezét? Hát nem képeztek többséget, aki szerint nem, most az emelje fel jó-magasra a kezét. Akkor most mindjárt benne is, hogy lazítasz. Igen, vagy nem? Most tehetek. Nem, nem lehet eldönteni. Nem kell, nincsenek kockázat. Minden esetre úgy fest, hogy a többség szerint a magyar választási rendszer nem igazságos. Ezt a kérdést szeretném először megbeszélnék, hogy igazságos-e a magyar választási rendszer, illetve nyilván a kérdéssel foglalkozók elég gyorsan át fognak kanyarodni arra útra, hogy létezhet-e igazságos választási rendszer. Szerintem az alkotmánybíró úr az, akinek ez igazán elsősorban az azt, hogy visszaadnám a mikrofont is. Hát ezért tudom azt mondani, hogy rendkívül kérdezem igazságos a választási rendszer, de az a szakma nem tud megvédbúzni. Azt a kérdést lehetne feltenni, hogy arányos-e a választási rendszer. Ugye erre az a válasz, hogy aránytalan, és az új választási rendszer még inkább erősítette az aránytalanságot. Ez a következő kérdés lett volna. De az igazságosság az ugye, én nem tudom, hogy van-e olyan igazságos választási rendszer, mert ugye az első magyar választási rendszer
az a kombinációja volt a franciának, a németnek, kétfordulós volt. És hát a 90-es első, nem a régebbi, az 1990-es gondoltak, tehát a rendszerváltás során. Ugye ott akkor a kerekasztal lovagjainak azt kellett eldönteni, hogy mit részesítenek előnyben 44 kommunizmus után. A stabilitást és kormányozhatóságot, vagy azt, hogy minden leadott szavazat, az hasznosuljon. Az első 1990-es választásokon 64 párt indult el. A magyar választási rendszer hihetetlen előszelektivitása révén 6 párt került be a parlamentbe, akkor még csak 4%-os voltak viszonylag. Az emberek két szavazatot adhattak, le egyet a pártlistára, egyet pedig az egyére. 777.777 szavazat nem használt. Vagyis ezt olyan adták, akik nem jutottak be a parlamentbe, hogy 8 millió választásra jogosult van Magyarországon. Erre szokták azt mondani, hogy az a választási rendszer az bizony aránytalanságba hajló. De amikor arról kellett dönteni, hogy a kormányozhatóság fontos-e, és az, hogy egy áttekinthető nagyságrendű párt tömeg kerüljön be a parlamentbe, akik össze tudnak egymással állni, és tudják biztosítani a többséget. Az egy nagyon fontos dolog volt. De önmagában maga a választási rendszer kevés lett volna, mert emlékezzünk rá, hogy mindenki, amikor ott a kerekasztálnál sakkozott, hogy akkor mi lenne jobb? Ha az egyéni körzetek lennének többen, vagy a pártlistás lenne erősebb, mert ugye azt gondolták a szocialisták, most a utódpárt, hogy hát nekik ismert politikusai van. Ezek az egyéni körzetek bele fogják nyomni ezeket a Niemandokat, mint a Kövér, meg a Dán, meg a Magyar Bálint, meg tudom én a többieket, hiszen őket nem ismerik. A többiek meg, az ellenzék az meg jobban szerette volna a pártlistát erősödését, de kiderül, hogy a valóságban pont fordítva működik, mert a Pozsgai, aki elindult a Hűség városában, azt a két nyelvet beszélő Szájer legyőzte. Úgyhogy pont megfordult a történet, tehát önmagában a választási rendszer kevés lett volna, és erre jött az Antal Törgyesi Paktum, mert hogy túl biztosították tulajdonképpen a szocialisták, kommunisták visszatérése ellen a törvényhozást, hogy gyakorlatilag túlnyomó számban volt a kétharmaddal elfogadható törvényeknek a sor, ami kormányozhatatlanná tette az országot. Ezért kellett megállapodni a számának a csökkentésével, radikálisan, és helyére ugye megkapta az ellenzék a köztársasági elnök jelölési jogát, a Magyar Televízió, Magyar Rádió elnökének a jelölési jogát, másik oldalon, csomó másik oldalon volt a konstruktív bizalmatlansági indítvány, amelyik gyakorlatilag kancellári típusú erős miniszterelnöki hatalomhoz vezetett, és a radikális csökkentése a kétharmados törvényeknek. Tehát én azt gondolom, hogy a új rendszer, ugye, amely egyszerűsítette a történetet, elvitte sokkal inkább a first past the post, tehát az első elvisz mindent. Ha egyetlen szavazattal több van neked az adott választókerületedben, akkor te nyerted meg a mandátumot, és nyilván ez veti fel, hogy ez birizgálja az embereknek az igazságérzetét. De például a brit demokrácia egész vígan el van azon, hogy így működik most már több száz éve, hogy ott bizony ez az aránytalan választási rendszer, és ilyen értelemben akkor biztos az aránytalanságot párosítják sokan igazságtalansággal is, mert hát hogyan van az, hogy akkor egy szavazattal kapott többet, és akkor innentől kezdve mondjuk a Torié, és nem a Lévőré lesz a mandátum, vagy ugyanígy a Fideszé lesz, és nem a Momentum történetesen. Tehát az én válaszom az, hogy én, aki ezzel szakmailag szociológusként és politológusként, nem alkotmányjogászként is fogalmazta a választási problémákkal, ez a kérdés ilyen módon számomra a szakmailag nem válaszol. Na tessék! Professzor úr, esetleg az amerikai választásokról van olyan tapasztalat, egy emléke, amit megosztana velünk? Amit Amerikában ugye ez a probléma ismert, hiszen ugye a elnök választásnál maradva azt ismerjük itt jobban egy helyi, tudom én, szenátor választástól kevesebb tapasztalatban az álfarmagyarnak. Ott elvész a szavazatok egyik fele, ugye, mert csak az egyikből lesz elnök, a másik nem kap semmi kicsi pótelnök vagy elnöki feladatot sem. 50 állam különböző
lehetősége, hogy elektorokat küldjön a választáshoz, egy aránytalanságot szül, amit hát summa summarum jól igazol az a tény, amit jól ismernek, hogy Trump kevesebb szavazatot kapott, mint Hillary Clinton. Igen, ezt úgy mondják, hogy egy népi szavazat van. De senkinek sem jutott eszébe, hogy megkérdőjelezze a választás legitimitását és helyességét. Clintonnak sem jutott eszébe, mert ez logikusan következett egy hosszú idő óta érvényes választási rendszerből. Köszönjük. Tehát ugye akkor az a válasz a tudósainknak, ugye, hogy a rendszer igazságosságáról nem is érdemes beszélni, csak az arányosságáról. Én meg úgy gondolom, hogy azért ezt a dolgot az igazságossággal azért tegyük még el, mert azért ez szóba fog kerülni nem sokára. Egy kicsit tovább lépünk, akkor ugye azt kell végig gondolnunk, hogy a választásnak az eredménye ugye a törvényhozó testület. Ők mondják meg, hogy mi lesz, hiszen a törvény sokféleképpen lehet definiálni, maradjunk egy klasszikus tagja, a törvény a közakarat kifejezése, mondták a francia forradalom hajnalán. De hát akkor azt beszéljük meg egymás között, ugye, hogy a törvényhozó testület elmondja, hogy mit akarunk, és azt megvalósítja egy intézményrendszer az állam. Ennek az egésznek mi lehet a célja? Tehát miért jó ez az egész, hogy ezt csináljuk? Ugye mi a válasz arra, hogy az államnak mi a célja szerintetek? Tehát valaki vállalkoznék arra, hogy mond, mert most nem személyes, hanem kifejezetten személyesen szeretnélek megszólítani titeket. Tehát mi a célja, mi célból van magyar állam? Közjó. Mondja Décés Mégy. Közjó. A közjó, ugye ez egy nagyon ismert, mint egy egészség professzorunknak, ez egy teljesen stabil és egészséges válasz. Erre van az állam, ugye a közjó előmozdítására. Meg ugye adódik a következő kérdés, mi az a közjó? Ugye ezt azért már nem olyan egyszerű definiálni. Ugye én most egyet bedobnék, és aztán mindjárt megkérdezni a vendégeinket. Gömbös Gyula annak idején azt mondta, ugye, hogy az egésznek nincsen más célja, mint egy nemzeti öncél, úgy fogalmazott Gömbös Gyula, vagyis hogy az egésznek az az értelme, hogy a magyar nemzet minél nagyobb, erősebb, jobb, stb. Legyen. És ez is egy válasz. Esetleg finomítanák, hogy a közjó, amiért a magyar állam működik, az hogyan fogható meg? Tehát ugye bonyolult törvényes jogi peremfeltételek mentén egy nagy és sokrétű intézményrendszer működtet a magyar állam az országgyűlés döntései szerint. Ugye ez lenne a kép. Na de hát hogyan van ezzel a közjóval? Egy picit próbáljuk meg lefordítani a hétköznapok valóságára. Kezdhetem én, mert professzor úr, ha jöttem azt, hogy mondanám. Akkor hadd kezdje alkotmánybíró úr, és picit. Jó. Tehát én szoktam az állam szerepéről elmélkedni, és valóban az állam nem egy üzleti vállalkozás, hanem egy nemzeti szolidaritás közösség, amelynek a legfontosabb célja a közjó szolgálata, vagyis egy adott nemzet keretén belül a népesség számára a boldogulás legnagyobb lehetőségének a kitágítása és ehhez esélye a teremtése. És aztán ezt lehet különböző módokon lefordítani a rendszerekre, a részrendszerekre, az egészségügyi oktatáson keresztül, de minden magára valamit adó nemzeti kormánynak vannak stratégiai céljai, és ezek közé tartozik a nemzeti középosztály legkülönböző állami eszközökkel történő megerősítése és segítése. Annak erős értékrendjében, egzisztenciájában, jövőképében és társadalom újratermelő képességében, tehát a gyerek szám nevelésében is, egy olyan feltételrendszer létrehozása, amelyben a Andor Rudolf barátunk, professzortársunk, szerintem sokat dolgozott talán a professzorúval is, ő úgy fogalmazta, hogy a gyerek az egy közjószág. Tehát a gyerekek vállalása, a nemzet fennmaradása érdekében tett elkötelezettség, az egy komoly
közösségi beruházás, amit értékként kell kezelni, és ezért nem véletlen például tudja aktörni a közösséget, és benne a családot tette az egyik legfontosabb fundamentumává a társadalomnak. És ezt óvni, védeni és segíteni kell. Tehát ezen közösségi célok szolgálattal, de egyébként ha tudtam volna, hogy a közül szóba behoztam volna egy friss kötetet, amelyet 600 oldalon, amit a Széchenyi István Egyetemnek jogtudományi karának tanárai írtak, a legkülönbözőbb dimenzióját, a filozófiai elméletétől kezdve, a közjó, a közérdek, mint a tulajdonkorlátozás alkotmányos indoklat. Most ebben nem menjünk be, mert érdekes. Egyházirodalom is van, ugye a Szentszék tanításában ez szerepel. Tehát itt körülben ezzel nyitott kapukat döngetünk. Professzor úr? Hozzátenném azt, hogy a állam feladata a közjó szolgálatában egy széles körű intézményrendszernek, a igazságosnak elismert intézményrendszernek a fenntartása. Hát ezen kívül szolgáltatások nyújtása, amik elengedhetetlenek egy közösség normális fejlődéséhez és jólétéhez. Az iskolarendszer, a társadalombiztosítás, az egészségügyi rendszer, a infrastruktúrának a megfelelő szolgáltatása és fenntartása, és így tovább. Ahogy van, az állam most már a nemzeti ösztermék mint egy felét foglalja el ezeknek a szolgáltatásoknak a céljában. Úgyhogy van a GDP-nek a fele, ami arra szolgál, hogy szolgáltasson az állam számára forrásokat, amikkel egészségügy, iskolarendszer, infrastruktúra és így tovább nyugdíjrendszer fenntartható. Hát ez röviden a sztori. Na most akkor a kettőt össze kéne tolnunk, hogy az állam szolgáltatja a közjót, az emberek meg megválasztják ugye a közakaratot kifejező országgyűlést. A kettő között azért nagyon hosszú út van, ha végig gondoljuk, hiszen ugye olyan emberek kerülnek be az országgyűlésbe, akik a mandátumokat az átlagembertől kapják, a szavazók. A történelembe visszapillantva azt láthatjuk, hogy a törvényhozó testületeket választó emberek, azok, hát kik legyenek? Ugye ezt a kérdést eléggé sokszor föltette a történelem, és amikor kitalálták, hogy válasszunk embereket, az körülbelül mikor volt? Válasszunk embereket, akik elmennek, és majd megmondják a királynak, hogy mit csináljon, vagy mit csinál, vagy mit nem csinálhat. Ugye van egy olyan választ, nem akarom elmenni senki gyönyörűt, hogy a régi görögöknél, ugye Athénban összeértek a polgárok és megmondták, de aztán ugye ez kiderült, hogy ez nem nagyon jó olyan értelemben, hogy aztán már amikor ez újra előkerült ez a gondolat, akkor már túl sokan lettek volna azok a polgárok, mert túl nagy területen adtak, hiszen Athén azért mai értelemben még egy nagyobb vacska falu volt, amikor ott a demokrácia magamúgyán működött. Akkor kezdtek a középkorban követeket küldeni, ugye? Angliában, aztán Franciaországban, aztán ez a dolog jött a kontinensen kelet felé, Magyarországon is volt, stb. De a választójog, hogy az országgyűlésbe mi küldhessük el az embereinket, az a polgári világnak a terméke. A választójogot ugye régen úgy mondták, hogy cenzus alapján korlátozták, és ez a folyamat kiterjedt. Ugye mára egy cenzus maradt, ugye ez mi? Hát nem is cenzus ez, hanem egy korlát az életkor. Ugye? Más korlát is? Ja, nem, felfelé. Azt hittem, hogy felfelé. Ja, nem. A 80 föld már nem választott, mert nem tudják, hogy kik. Na, most jön ez akkor az érdekes kérdés. Ugye ezt szeretném föltenni a hosszú bevezetés után,
hogy a választójog korlátlansága, mármint hogy ez az egy korlát van, ugye a 18. születésnap, annak a betöltése, a kországok, például az Egyesült Államokban 21 év, ugye a választás 18-od is. Akkor van csak olyan ország, ahol magasabb, nem? Nem, csak az alkoholfogyasztás volt. Csak az alkoholfogyasztás. Már választani lehet inni, nem lehet. Nem 18. De ki az, aki közületek valami más korlátot is el tudnak képzelni? Tehát régen ugye nagyon sokféle korlátot, életkor, tulajdon, adózás, nem el, ugye, hogy férfiak vagy nők. Aki szerintetek ma úgy gondolja, hogy ez a mostani rendszer, hogy általános választójog, végül is ez nem a legjobb. Tehát aki más korlátot is javasolna, tehát elsőkő kisebbségnel egy ember van, kettő. Ja igen, aki egyetért, tehát aki korlátozná, és akkor van-e, aki kiterjesztené? Tehát aki azt mondja, hogy még ez is kevés. Három, kiterjesztenék, vagy hatan korlátoznak, a többség bölcsön hallgat. Tehát azt szeretném megkérdezni a negyvegyültektől, először talán alkotmánybíró úrtól, hogy látod ezt, hogy látja ezt a kérdést, hogy ez most ideális, nem ideális, érthető, jó ez, nem jó, tehát ettől, hogy minden 18 éves idősebb büntetlen, stb. Ember szavazhat, ez most jót tesz, vagy rosszat tesz ennek a rendszernek? Igen, ez értékválasztás kérdése is nyilvánvalóan, hogyha azt állítjuk, és nem akarok túl hosszú bevezetést mondani, de most a szuverenitás körül nagy vitánk zajlik. És a szuverenitás egyik első számú letéteményese az adott nemzetközösség által választott parlament. A viták most például a föderális struktúra és a szuverenitás között arról szólnak, hogy valójában a magyar társadalom és a magyar politika milyen mértékben mondott le a szuverenitás. Mármint az Európai Unió. Mennyit törvésztek a sár össze? És van-e a szuverenitásnak olyan kemény magja, amely nem sérülhet, amelyet nem érinthet az Európai Uniós döntéshozatalasság? Tehát az alkotmánybíróság előtt, és egyébként akartam ide visszavezetni a dolgot, egy nagyon fontos döntés áll a múlta ügy kapcsán kerekedett ez a probléma, és egy ombudsmani beadvány nyomán, hogy Magyarországon ugye nincs örökké valósági klauzula, mint a német alkotmányban, amelyeket senki nem változtathatja meg. Még az alkotmányozó hatalom sem, vagy az alkotmánymódosító hatalom. Magyarországon ez nincsen definiálban, az alkotmánybíróságra várandónak kimunkálása, hogy mi jelenti az alkotmányosság kemény magját, ami egyfajta szuverenitás veszélyt tudnak működni bizonyos döntésekkel szemben. Például az a döntéssel szemben, hogyha ide több tízezer vagy százezer menekültet szeretnének föderális döntéshozó szervek letelepíteni. És ebben mondjuk a magyar kormány nem marad el. Van-e ennek jogi akadály? Ki mondja ki ebben a végső szót? Az Európai Bíróság? Az európai jog alapján, vagy a nemzeti alkotmánybíróságok a nemzeti alkotmányok alapján. Az egyik dimenzió. A másik, hogy 2010 körül a viták az alkotmánybíróság és a parlament között arról szóltak, hogy az alkotmánybíróság, különösen a sólyomi korszakban, sok olyan jogot indikált magának, amit egyébként a parlamentnek kellett volna. Ez aktivista. Aktivista alkotmánybíráskodás folyt, a láthatatlan alkotmánynak nevezett, hát egyébként maga Solyom László is azt mondta, hogy ez tulajdonképpen alkotmányos értékeknek egyfajta gyűjteménye, ami zsinór mértékként kellene szolgálni, az soha nem volt leírva, egyszer szerepelt egyébként egy párhuzamos indításban, de azóta legendárium már várt, és ugye azt mondjuk, hogy itt a 2010-es fülkeforradalom leváltotta a láthatatlan alkotmányt, és elég a történeti alkotmányt ültette be. És a viták arról szóltak, hogy vissza lehet-e nyesni a túlságosan kiterjedt alkotmánybíróság jogkörét,
hogy ne akadályozza a nép által megválasztott parlament ígéreteinek, meg a választóknak, tehát ígéretek végrehajtását. Tehát így például a pofátlan magasvéti kielégítések megadóztatása 98%-kal visszamenőleg belefér az alkotmányos rendszernek a működésébe. És az alkotmánybíróság azt mondta, hogy hát gyerekek, ez nem férne rá. Visszamenőleg talán nem lehet, akkor szétverjük az egész jogrendszer. De ez aztán nagyon nem tetszett a parlamentnek, és akkor innentől kezdve azt mondták, hogy tuss. Innentől kezdve a gazdasági alkotmányosság kérdéseiben a parlament csak bizonyos esetekben, vagy a alkotmánybíróság csak bizonyos esetekben szólhat bele. Tehát zajlott egy látens küzdelem, és azt mondja a parlamenti szupremácia hívei, azt mondják, szemben a bírói aktivizmussal, hogy nem kell bírósági kormányzat, soha nem volt, de mondták, mint ahogy a láthatatlan alkotmány sem abban a formájában létezett, de itt a fülkeforradalom után a szellemében megerősödött alkotmányozó hatalom azt mondta, hogy ha én kitalálok péntek délután valamit, és akkor hétfőn délre már kiszerelik nekem a külső jogászok, akkor hétfőn délután 4 órakor ez akár alkotmánymódosítás is lesz, függetlenül attól, hogy ennek milyen társadalmi következményei vannak. Nekem megvan hozzá a hatalmam, mert felhatalmaztak kétharmados többséggel, én bármikor tudom módosítani az alkotmányt. Ha úri kedvem így kívánja, vagy a politikai logika ezt kívánja meg. A bírói hatalom, különösen az alkotmánybíróságok a második világháború után azért jöttek létre, mert egyfajta elkismert furdalása volt a nyugati elitnek, elsősorban a fasizmus, meg a bolsevizmus miatt, de leginkább a fasizmus miatt, hogy itt alapjogokat hagytak sárba tiporni, és ezért az alapjogi kartákat beírták az alkotmányokba, és létrehoztak egy olyan szervezetet, amelynek az a dolga, hogy ellenőrizze, hogy a végrehajtó hatalom, vagy a törvényhozó hatalom nem lépi át, nem sérti-e meg ezeket az alapjogokat, és ha megsérti, akkor felhatalmazták az alkotmánybíróságot arra, hogy semmisítsék meg azt a törvényt, amivel megsértette az alapjogokat. Tehát a népszuverenitás gyakorlásának az egyik legfőbb szerve a parlament, nem mindegy, hogy hogyan kapja a mandátumát, mert a legitimációja az emberek többségének a szemében attól függ, hogy mennyire erős a támogatottsága mondjuk az adott kormány. Tehát mindannyian tudjuk, hogy a választási részvétel különböző országokban különböző nagyság. Magyarországon 60% körül szokott lenni, az azt jelenti, hogy durván 4,8 millió ember választja meg a parlamentet, és aki kormányoz, mert hogy a választási rendszer az transformálja a szavazatokat mandátumokká, és ebben a ránytalanságot terem, hogy egy kisebbség dönti el tulajdonképpen, ki lesz a többség a parlamentben, és ez a parlamenti többség fogja gyakorolni a szuverenitásból eredő jelentős jogokat, hiszen a modern világban a végrehajtó és a törvényhozó hatalom nagyon erősen összeérült. Tehát a Montesquieu-i hatalom megosztás elve, vagy a három bírói, törvényhozói és a végrehajtó hatalomnak az elkülönülése messze nem látszik. Ezért felértékelődni látszott egy ideig a bírói hatalom, amelyik féken tartotta a túlkapásait a végrehajtó hatalomnak. Most nálunk az elmúlt 2 évben pont a fordítottját üzente a parlamenti szupremácia híve, hogy a parlament tartja féken az elbújázott bírói hatalmat, ami egy vita kérdés, hogy mennyire bújázott el, mennyire nem. Én az egyensúly híve vagyok tulajdonképpen a hogyan lehet megülni. Ha már maga az alkotmányozó úgy döntött, hogy tulajdonképpen 60-70%-ában az eredetben a régi alkotmány berakja az új alkotmányba, akkor az erre épülő gyakorlatot is nyilvánvalóan be kellene építeni az alaptörvény utáni történelmi alkotmány, vívmány, megutató új alkotmányos gyakorlatban is. Bocsánat, csak ez a kitérőt már csak a szakmát. Világos, köszönjük szépen. Két mozanatra imádta a figyelmet, ami fontos lesz. Az egyik az az, ugye, hogy a nem minden szavazónak, hogy választópolgárnak a szavazata jelenik meg egyforma erővel aztán az országgyűlésben, hanem a kormányzásban. Sőt, ugye arról is beszélt Stumpf András. András, van egy ilyen fiam, de nem a fülságjó. Stumpf András fülságjó, nem a fiam, de nem van. A távoljuk, igen. A herceg úti nagymamák valószínűleg voltak rokonságban. No, szumma szumárum, ez fontos lesz még a következőkben. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az alkotmánybíróság maga is azért van, hogy ne érvényesüljön korlátlanul a választók
által megválasztott testület akaraton. Ugye azért ezt a kettőt ne felejtsük el. Most pedig elérkeztünk az est fénypontjához bizonyos értelemben, én megbeszéltem professzor úrral. Ez lesz az a pillanat, amikor megkérik, hogy őnek azt a gondolatát fejtse ki, amelyik aztán a nemzetközi tudományos, sőt, hát több országban a jogi közéletben is hullámokat vetett. Hát a népesség reprodukciójához szükséges termékenységi színvonal. Majd tartom én szívesen. Bár a két világháború közt általános problémává vált Európában. Az akkor kialakuló jóléti állam ezt úgy óhajtotta orvosolni, hogy stimulust ad arra, hogy a gyermeket vállalók jobb helyzetben legyenek, és esetleg nem csak egy, nem csak kettő, hanem több gyermeket is vállaljanak. Az, hogy hány gyerek születik, mindenkinek az egyéni joga, de amikor összegezik az egyéni jogok teljesítését, egy olyan összeg alakulhat ki, ami a társadalom szempontjából hát nem elfogadható, és hosszabb távon hát gyakorlatilag egy öngyilkossághoz vezet. Csak egy tényleg rövid rábjegyzet, emlékeztek, az előbb beszéltünk a közjó fogalmáról, és Stumpf István előhozta, hogy a gyermek közjószág. Ugye, és akkor az a kérdés, hogy hozzájárultunk-e a közjó ezen szekciójához életünkben? Ez az első világháború közt feltételezték, hogy a jóléti állam ezen orvosolhat, megfelelő támogatások, ami a gyermek elfogadását illeti, megfelelő támogatások szolgáltatásával. Ennek a rekordja, a performance-a elég gyenge volt, és a második világháború után a úgynevezett pro-natalist politika hát egyre inkább háttérbe szorult azzal, hogy az államnak beavatkozni alapvetően egyéni jogok gyakorlásába nem megfelelő. Az ENSZ időnként megkérdezte a kormányoktól, hogy elfogadható-e a termékenység színvonala, és általános válasz olyan helyekről, ahol a termékenység színvonala messze a reprodukció alatt maradt, mindig az volt, hogy igen, elfogadható, mert ez tükrözi az egyéni választások hát, kimenetelét. Úgyhogy kellett volna, hogy keresés legyen ahhoz, hogy milyen intézkedések javíthatnának, hogy azon a színvonalon, amit mondtam, hát messze az egyszerű reprodukció alatt maradt. Az egyik válasz erre Nyugat-Európában és Amerikában is bizonyos toki, a bevándorlás erősítése volt. A bevándorlás erre mindig megfelelő keretet biztosít, megfelelő hát supply áll rendelkezésre, mert a szegényebb országokból olyanok, akik hát szeretnének egy jobb körülmények közé kerülni, nagyon nagy számban vannak. Az Európa részesedése a világ össznépesedéséből, hát az első világháború körül érte el a tetőpontot, valami 27%-a, azóta egyre-egyre alacsonyabb, és a migráció által rendelkezésre álló megoldás
könnyen javíthatna azon, hogy mi a demográfiai helyzet Európában. Persze ennek az az ára, hogy alapvető színezete és kultúrája a befogadó államoknak a masszív bevándorlás esetén megváltozna. Úgyhogy kell keresni megoldásokat, amiket egyre inkább elhanyagoltak, hogy mi lehetne az, ami hát orvosolhatná a alacsony termékenység színvonalát. És erre elég kevés figyelem fordult Európában, Japánban és más államokban ahhoz, hogy ígéretet adjon, hogy ez a probléma orvosolható. Én 30 évvel ezelőtt javasoltam két dolgot, ami túlmegy azon, hogy ha a meglévő támogatási rendszerek jobban volnának finanszírozva és támogatva, hogy esetleg az megoldás jelenthetne. Talán azt jelentene, hogy az előregedő társadalomban ennek a támogatottsága egyre kevesebb bázist mondhat magáénak. Egyre nagyobb százaléka a népességnek, amelyik öregkorú, nem várható azt, hogy támogassa ezeket az intézkedéseket, mert mire a újonnan megszülető generáció hát a aktív korba érne, a feltételezett támogatók már elhagyták volna az életet. Úgyhogy mondjuk 65-70 éven felül pusztán anyagi okokból alig ha várható támogatás a család támogató rendszerek felsófolására. Az egyik javaslat, amit tettem, ami talán a mostani összejövetel egyik fókusza volna, az, hogy van a társadalomnak egy nem jelentéktelen rétege, amelyik már állampolgár nincs közvetlen befolyása a politikai döntésekre. Mi ez a réteg? A 18 éven aluli állampolgárságok teljes száma. Ha valaki állampolgár, az ember azt gondolná, hogy befolyása lehet arra, hogy hova megy a társadalom, milyenek a hosszú távú kalkulációk, és ez a fiatal réteg, aminek nincs, mint egykoron a nőknek nem volt választójoga, nincs befolyása arra, hogy hova megy a társadalom. Pedig, ha meggondoljuk, azok, akik ma születnek, vagy tegnap születtek, vagy pár évvel ezelőtt születtek, még itt lesznek nagy többségükben a 22. században. Míg azok, akik most mondjuk 65 éven felüliek, hát enyhén szólva nem lesznek itt a 22. században, régen elfelejtettek lesznek. Úgyhogy logikusan következtető az a megoldás, hogy azok az állampolgárok, akiknek mint egykoron a nőknek, vagy mint egykoron az adót nem fizetőknek, nem volt választójoga, adjuk nekik választójogot. Tehát persze ezek fiatalkorúak, és nem várható tőlük, hogy közvetlenül gyakorolják ezt a választójogot, egy megadott választójogot. Kik gyakorolhatnák ezt? Hát a szülők gyakorolhatnák, vagy legkiválképpen az anya, aki életet adott ezeknek a gyerekeknek, képes-e egy szülő megítélni azt, hogy mi a gyereke érdeke? Hát erről megoszlanak a vélemények, de
Véleményem szerint, hogyha van egy anya, aki hajlandó volt világra hozni egy gyereket, nagyon is hajlamos arra, hogy nézze, hogy responszív legyen ahhoz, hogy mi a gyermek érdeke. Na most ennek a válaszolóknak a gyakorlása persze bevezetne egy olyan elemet egyenlő és titkos választójogba, ami hát sokak számára meghökkentő és elfogadhatatlan, nevezetesen, hogy ezt a jogot by proxy kellene gyakorolni. A kérdés az, hogy elfogadható egy ilyen választási rendszer, ahol a regisztrált állampolgároknak, tehát minden újszülöttnek is megvan a szavazati joga, de nem ő gyakorolja, hanem mondjuk 16 évig vagy 18 évig a támogató szülő vagy a támogató... Mondjuk az édesanyja. Igen. Az első közelítésben. Szóval ez a kérdés, hogy lenyelhető-e ez a jogrendszerbe, mit tenne a Magyar Alkotmánybíróság, hogyha a parlament egy ilyen törvényt óhajtana elfogadni? Mielőtt azt szeretném mondani, hogy megkérjük alkotmánybírót, hogy reagáljon nagyon röviden, mert utána majd fejestünk ezekbe a dolgokba. Annyit szeretnék kérdezni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Ezt a javaslatot, hogy a gyermekek után kapjanak választójogot, mondjuk jellemzően az édesanyjuk, de ezt lehet finomítani vagy cifrázni, ezt mikor tette körülbelül a professzor úr? Tehát mikor köszönhetett ez a tanulmány? 1987-ben, pontosan 30 évvel ezelőtt. Bocsánat. De hát nem sokra vittem eddig el. 30 évre, de azért azt egy picit nagyon gyorsan mondjuk el, hogy azért ezt több országban megbeszélték már. Igen, például Finnországban van egy tipikus finn stílusú grassroots kezdeményezés, ami pontosan ezt célozza, hogy szavazati jogot adjanak az összes állampolgároknak. Finnország nagyon büszke arra, hogy Európában Izlandon kívül az első volt, amelyik szavazati jogot adott a nőknek. És szeretnének most, hogy Finnország önálló fennállásának századik évfordulóját ünnepli, hogy ezt azzal ünnepeljék például, hogy egy ilyen reformot vezessenek be. De ugyanúgy, mint Magyarországon, ez alkotmányos problémába ütközik, alkotmánymódosítást kívánna, ami hát egy nehéz dió. Németországban is volt egy komoly Bundestag vita erről a kérdésről a 2000 évek elején, de nem vezetett semmi jóra. Magyarország jött legközelebb ahhoz, hogy egy ilyen reform bevezetésre kerüljön, de aztán, amennyire én tájékozva vagyok, főleg attól félve, hogy a roma lakosság hát aránytalanul nagy előnyhöz jutna magasabb termékenysége miatt, hát lesöpörbe került az asztalról. Hát szerintem ez egy nagyon rövidlátó argument a roma állampolgárok is egyenlően kellene, hogy részesüljenek a jogokból. Én alkotmánybíró urat kérdezem, mert a tapasztalatom szerint a jogászoknak a helyének áll, amikor ezt a koncepciót meghallják. Én egy picit annyit kérnék, hogy amikor elmondja a véleményét, és akkor fűzze bele azt is, ugye, hogy a választói érdek
az erősen befolyásolja, mert hát a tények ezt mutatják, a mindenkori kormányzati tevékenységet. Tehát, hogy mit várnak a választók, az befolyásolja a kormányok működését. Én megköszönöm, hogy először egy rövid választ kaphatnánk, azért, mert utána kivetítem a számokat, és akkor utána meglátjuk, hogy Magyarországnak ez mit jelent. Én személyesen szimpatizálok egy ilyen gondolattal, nem csak azért, mert négy gyerekem van, bár már mindegyiknek van saját választójoga, hanem mert azt gondolom, hogy szétteríthetné a felelősséget, és másként fogalmazhatnám a közjóhoz való viszont kérdését is. Ugyanakkor, hogy is mondjam, képzett választáskutatóként, meg látom a választási kampány természetének az átalakulását, meg a politika mediatizálódását és personifikálódását, meg az utolsó amerikai kampánynak a sajátosságait. Szóval annyiféle érdek dolgozik ez ellen, hogy az éppen aktuális status quo uraló politikai elitek nem kockáztatják meg a már bejáratott és kiszállított rendszerek felborítását egy olyan rendszer érdekében, amelynek nem látják meg, és lehet igazából még a hatástanulmányait sem rendesen összevenni. És egyébként is azt látom, hogy a választások szerte a világon, sajnos, még hogyha nem számítjuk bele az utóbbi időben, hogy kinek van nagyobb informatikai képessége arra, hogy fake newsokkal és másokkal befolyásolja a választási kampány tematikáját, vagy esetleg a választások kimenetelét és végeredményét. Tehát ezt most tegyük zárójelbe, de ez bizonyára egyre inkább fontos kérdés lesz. Tehát azt látom, hogy egy ilyen cirkusszá válik a választás, és a negatív kampányok totális eluralkodása, a zsigerekre történő játszás, a lehetetlenné válik, nem csak a választási kampányokban nagyon régen volt racionális diskurzus arról, hogy milyen társadalmi programmal szeretne valaki nyerni. A parlamentben sem zajlik sajnos, egyre kevésbé zajlik ilyen racionális diskurzus. Már amikor én oda kellett, hogy járjak, akkor is én örültem, hogy a Bogár Laci helyettesít engem, mert egyszerűen irritált és untatott. Az, hogy amikor bekapcsolták a közvetítéseket, akkor néhány hirtelen felébredtek, és akkor azonnali kérdésben meg másban mondogatták, hogy mennyire elkötelezett hívei a helyi demokráciát, és nagyon régóta ezt az utat, meg azt akarták volna, hogy a súlya kormány megcsinálja, hogy a súlya kormány nem akarja megcsinálni. Szóval láthatóan az intellektuális része az a színpadok mögé szólt, és most még nem is beszélek a deep state problémájáról, amitől majd kíváncsi lennék, hogy a mély állam problémájáról, vagyis arról, hogy sokan úgy értelmezik jelenleg, ami zajlik Amerikában, hogy a deep state, amelyik a CIA, a titkosszolgálatok, a law enforcement szervezetek, a civil pártok és egyebek, azoknak a standard hálózata ellenére nyert egy olyan fazon, akit nem gondoltak volna, hogy valaha is elnök lesz. Ezért vagy megalkuszik a deep state-tel, és akkor helyén maradhat, vagy pedig az impeachment-tel bedobják a, hogy is mondjam, a szegyetesbe dolgot. Nagyon szépen köszönöm, akkor most egy pillanatra átrendezkedünk, én megköszönöm Gyűrűen segítenétek. Szeretném megkérni professzor urat is, és akkor is, hogy úgy üljenek, hogy a vetítőt látják, és akkor elindítjuk a vetítést. Én addig itt fogok állni, jó? Segítsünk professzorunknak. Amit most fogok mutatni, az a magyar valóság. Arra kérlek benneteket, mindjártokat, hogy ízlelgessétek, ezt valami okos ember ki szokta tudni kapcsolni. Ezt. Jó. Meg még talán az. Jól látható? Jól látható? Tehát ugye az első táblán, amit itt láttok, az az, minden 1000 főben kell olvasni. Magyarország lélekszáma 1980-ban 37 évvel ezelőtt volt a csúcson 10.409.000-rel. Az utolsó nagy népszámlálás szerint 9.986.000 voltunk. Idén év elején 9.798.000. A 2022-es és 30-as hivatalos statisztikai hivatali becslést látjátok itt, és most becsülő szolgálatok, reményként mondom, hogy ezekben a számokban soha nem szerepel az elvándorlás, amelyik a legfrissebb kormányzati bevallások szerint 500 000 fő, és az mind a 24 éves, tehát a nem szokott
korábban levő magyarokat jelenti, vagy 20-30 éves, tehát ugye nem a nyugdíjasok mennek el. A 20 évesek elvittek sok 10 000 gyereket, az már látszik, de ezekről most nem beszélünk, csak itt úgy néz ki, mintha az nem lenne. Tehát ezek nagyon szép, optimista adatok, főleg ami előre lesz. Jöhet a következő. Ezt most kibővítjük. Ezt a lélekszámot szétszedjük, a 18 év alattiakat látjátok a most megjelent egyik oszlopban, és a 60 év fölöttieket. Ugye milliók. Mint látható, a 18 év alattiak lélekszáma dinamikusan csökken. Az elmúlt 37 évben 2.853.000-ről lecsökkent 1.813.000-re, és a statisztikai hivatal hangsúlyozottan optimista becslése szerint masszívan és biztosan csökkenni fog ez a becslés, azért is optimista, mert a statisztikai hivatal legpesszimistább előrejelzés és 1,45-ös fertilitásra számol, tehát azt mondja, hogy a legrosszabb esetben 100-145 gyereket fog szülni, jelentelém az évtized elején a 100-126 gyereket szült Magyarországon, hogy 145-öt. A statisztikai hivatal a legpesszimistább beszélés és indokolatlan optimista. Tehát azt a számot, amit ott látunk, azt inkább kevesebbnek tessék majd elképzelni 2022-ben meg 30-ben. Az idősek száma sokkal jobban becsülhető. Az idősek száma 1.830.000 volt 1980-ban, jelenleg 2.560.000, és 2030-ra 2.720.000 körül lesz. Most nyomjunk még egyet, mert ugye az arányokat is ide raktam. Tehát azt láthatjuk, hogy a 18 évesnél fiatal lakosság aránya is csökken. Ugye az egész lélekszám csökken, és azon belül az ő arányuk csökkent, de utána az arányuk viszonylag meg fog állni. Tehát ugye nem csökken az arányuk azért, mert a teljes képesség, teljes fogyása az a gyerekek eltűnéséből keletkezik. Amikor valaki arról beszél, hogy Magyarország lakossága fogy, akkor én mindig felvisítok magamban, mert az ilyen emberek, azok valójában becsapják a hallgatóikat, mert nem Magyarország lakossága fogy, hanem a magyar gyermekek száma fogy. Intenzíven. Az öregek száma, mint látszik, és a lakosságon belüli arányuk is dinamikusan nő. És tovább nő a belátható időben, tehát én nem hiszek a 2100-as előrejelzésekben, az a hókusz-pókusz kategóriája szerintem, de 2030-ig az nagyon jól látható, hogy aki ősszel első osztályba fog menni, az 2030-ban érettségizik, az nem egy hosszú után idősebbek jól tudja. Tehát odáig látható. Azt is láthatjuk, ugye, hogy ami régen 17% volt, 1980-ban, az most 26, és 12 év múlva 30%-a lesz a lakosságnak, a 60 évesnél idősebbek száma. Következő. Mehetünk a szabadság. Ja, elnézést. Igen, ugye a választójogról úgy beszélgetünk jelenleg, hogy a 18 évesnél fiatalabbak, akiket az előbb láttunk, ugye jövőre 1.813.000 lesznek, aztán 1.756.000 a 2022-es választásokon, és a reálisan megérhető 2030-as választásokon 1.641.000. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy ez viszont az összlakosságon belüli arányokat nem nagyon változtatja, valahol 18% körül lesz. Ez azt is jelenti, ugye, hogy a következő sorozat, mármint oszlop, bocsánat, a választójogok számát mutatja, az ő arányuk 82% körül maradt. A következő, igen ám, de azon belül a 60 évesek idősebbek aránya folyamatosan nő. Én az előbb kértem Istvánt, alkotmánybírókat, hogy ugye arról beszéljük, hogy a választók akarata ugye mennyire megy át a kormányzásba. Ugye, tehát, hogy az a tény, hogy a idősebbek döntik el, az egyre nagyobb arányban nehezedik rá az ő súlyuk a választói rendszerre, ugye az erőteljesen meghatározza a kormányzást. Ha megengeditek, én csak felolvasnék a statisztikai hivatal adataiból, megrökkentő dolog, meg kell mondjam nektek, hogy én elég intenzíven figyelem a Központi Statisztikai Hivatal munkáját. Tapasztalatom szerint borzalmas kormányzati nyomás alatt dolgoznak. Én nem tudom, hogy más országokban hogy van, de itt gyakorlatilag a kínos számok egyszer csak eltűnnek. Tehát például ugye a kormányzat nagyon lelkes a házasodásokról,
hogy egyre több házasságot kötöttek meg, tehát 5000 forint adókedvezményt, ugye? Már ez is megfordult, tehát idén már kevesebb házasságot kötnek, mint tavaly, de a nagyon érdekes az, hogy a bontott adatokat 2013 óta nem teszik közé a statisztikai adatokat. Tehát az utolsó, a 800 magyar faluban, amelyikben újra vagy egy házasságot kötöttek. Nulla vagy a 800 magyar község volt, ahol egynél kevesebb, maximum egy házasság született 2013-ban. Tehát ennyit a 800 falu jövőjéről. Amit akarok mondani az az, hogy itt 2015-ös a legfrissebb adat, amit el tudok mondani. A társadalmi juttatások funkciók szerint című adatsor, tehát ez azt jelenti, hogy az állam az újraosztott pénzéből kinek mit adott. Az öregekre fordított összeg a GDP százalékában 2015-ben 8,7% volt, a családokra és a gyermekekre fordított összeg ugyanabban az évben 2,4%. Tehát az öregekre 3,6-szer annyi pénzt fordítottak, mint a családokra és a gyerekekre. Tehát míg a családok és a gyerekek kaptak 100 forintot 2015-ben, emlékszünk családbarát kormány. Addig az öregek kaptak 360 forintot. Ne bánjunk évben, nem? Tessék, ez az öregség, hát ezt a statisztika jól tenni, hogy kezdve minden helyen. De hogy egy nyugdíj, egy vásárló, minden, jó, persze, 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 már előre, hogy igen, majd megkapják. Igen. Az teljes, igen, a, nem, ez a minden esetben, az öregre fordított állami transfer, tehát ami államból visszament. Hogy mondják, hogy a társadalmi juttatások funkció, ez a nyugdíjs társadalmi juttatás. A, mit akarok mondani, ez százalékosan, tehát a magyar állam háztartás, tehát a magyar állam által kifizetett pénzek 43,7%-a ment az öregekre 2015-ben, és 12%-a ment a családokra és a gyermekekre. Tehát én csak annyit szeretnék elmondani, hogy az itt látható számok, meg az itt elmondott számok közötti összefüggés nagyon nehéz nem észrevenni. Most, hogyha megvalósulna az a, amit professzorul vázott, tehát hogy a gyermekek után választójogot adnának, mondjuk egyszerűsít az édesanyjukat, tehát most ne veszünk el a részleteket, lépjünk egyet. Azt kell tudni, hogy nem mutatja ki a statisztika, hogy hány édesanyja van ma Magyarországon. Másképp kell a kérdést megfognunk, menjünk tovább. Úgy lehet kisilabizálni a lehetőségeket, hogy a családi pótlékban részesülők számát kell megnéznünk, ugye minden családban egy ember kapja a családi pótlékot, és minden családban egy édesanyja van. Tehát ugye jellemzően olyan családot nem ismerjük, amelyben két anya van. Az, hogy apuka jött meg, mert évként az előfordulhat, anya az én van. Ugye ez egy elég régi felismerése, honvaiak is tudták, hogy az anya biztos. A családszámot tettem oda, nem olyan túl nagy átfedésben. 2001-ben 1.296.000 család volt, most már 2016-ban 1.094.000 család van. Dinamikusan csökken a családszám, egyébként a gyermekszám is. Ott látható a második oszlopban, ugye a gyermekek száma 2.115.000-ről, ugye most a 1.773.000-re csökkent, ez egy nagyon tanulságos kimutatás, itt nem ezereket, hanem darabszámot tessék látni, tehát egy-egy ember. 100 000 magyar családban az 1621 gyerek nevelkedik, tehát 100 magyar családban 162. Mindenki el tudja helyezni magát egy picit a térképen. És ennek az egésznek az alsó sor az a konklúziója, hogyha megvalósulna a gyermekek után adott szavazati jog, akkor azt 1,1 millió édesanyja között kéne szétosztani 1.750.000 szavazatot. Tehát gyakorlatilag azt próbáltam számban bemutatni nektek, hogy olyan kevés a gyerek Magyarországon, hogy nem borítaná fel a rendszert, viszont azt a pénzügyi abszurdumot, hogy amíg 100 forintot adnak egy magyar családra az állami költséget, és mondjuk 360-at egy öregre, ugye, vagyis gyerekre, ugye, azt az abszurdumot erősen ellensúlyoznám, mivel az anyák, és főleg a nagy családos édesanyák, hogy elképesztően kevesen vannak, hát ebből az anyagról lehet látni. Ugye, tehát
nem tudnánk a rendszer gyökeresen felforgatni. Egyszerűen hamis az az elképzelés, hogy a cigányok majd szétverik a rendszer, vagy a cigányasszonyok nem vennék szét a rendszer. Csak egyszerűen megjelenne a gyermeke politikai ereje. Tehát én itt nem is lehetnék alá, hogy ilyen értelme a professzor úr pártján állok. Még egy utolsó számot mutatnék, ez ismerős lesz, mert hogy ezt a számot ugye a múltkor az oktatás rosszulóban kivetítettem, ugye ez egy, akkor is elmondtam, ugye ez egy olyan adat, ami pontosan titokban tartanak, ez a Kléberből származik, a Kléberzben intézmény fenntartó, mert ők az iskolákból kérdezik meg, hogy hány cigány gyerek van, és ott a tanárok jobban tudják, mint amikor a közélet, vagy mi ez a népszámláláskor elmennek, mert ugye ott önbevallás van, akkor is, ha kiesik, vagy ők, hogy teljesen aki is látja a cigány, a család, azt mondják a számláló biztosnak, hogy mi nem vagyunk cigányok, akkor azt köteles beírni. Tehát ugye a népszámlálási adatok e tekintetben igencsak korlátozott értékűek, ez viszont valóságos. Hogy segítsek, ez azt jelenti, hogy ez az egy évfolyam, amelyik ide van lakva, ez harmadik osztályban ment most szeptemberben, és 2030-ban könnyen kiszámolható, hogy most 8 éves, 2030-ban 12 év múlva 20 éves lesz. Tehát 2030-ban már a fiatal magyaroknak a több mint a fele cigány lesz, és emlékeztetnék arra, amit professzor úr mondott, ugye, hogy nem lehet úgy tenni, mintha nem lennének, nem lehet úgy tenni, mintha ők nem volnának állampolgárok, azok legfeljebb az ő igényeik előtestesülnének meg a politikai rendszerben, mint most. Hát nagyon sok mindent mondtam, és akkor, hogyha bármilyen észrevételünk van a alkotmányok úrnak, professzor úrnak, most kellene valami olyasmivel szembenéznünk, hogy mi lehet ennek a rendszernek, a mostani választójunknak a jövője, hogyha nem változtatunk, tehát ha minden így marad. Az elő egyébként, hogy én akármelyiket megkívánszom, akár is adom a mikrofon. Az elmúlt választási ciklusok és kormányzati politikák összefüggését elemezve elég világosan látszott, hogy minden kormány az egyik kitüntetett feladatának tekintette, hogy valahogy megvásárolja a nyugdíjasokat. Vagy semlegesítse őket, vagy mint mondjuk ingyen malév repülőjegyet, nem tudom. Tényleg tömegközlekedés nem. Tehát elég sok minden. Tehát miután ez egy nagy populáció, egy elég nagy populáció, amely egyébként aktív is, pláne akik még a Kádár rendszerben szocializálódtak, valószínűleg a politikai attitűdjeik is világosan felrajzolhatók, és erre ugye, mondjuk rá is játszott, és a szocialistáknál a 94-es választási sikerben a nyugdíjasoknak tett ígéretek, azok nagyon fontos szerepet játszottak, és látható volt a 98-as választási kampányban is, hogy a Fideszre éppen a nyugdíjasokat akarták ráveszíteni. A mostani helyzetben is világosan látszik, hogy a járadékos társadalom rétegek, akik tehát az állam különböző juttatásaiból élnek, elsődlegesen, vagy közmunkából. Az ő jó indulatoknak a megnyerése és a nyugdíjasok, hogy is mondjam, nem fékentartása, hanem a hangulatára, az emelése okán nagyon fontos szempontok, amik a választási kampányban sokkal határozottabban jönnek szóba, mint a fiatalokkal kapcsolatos preferencián. De azért azt nem felejtsük el, hogy a számaikban szerintem azért a nyugdíj, az ember többsége egy ilyen felosztó kirúgó rendszerben mégiscsak úgy fogja fel a nyugdíjat, hogy az egész élete során fizette a nyugdíját. Tehát az ő fizetéséből felhalmozott olyan megtakarítás, amire joggal tarthat számon. Tehát nem valami extra juttatás az államtól, hanem ez az ő életkeresménye. Ami van, akinek sokra elég, van, akinek az ember többségének nem megkapja arra, hogy tisztességes öreg nyugdíjkort tudjon megtakarítani. Ezért rendkívül érzékeny mindenféle nyugdíjmutatása. Tehát én nem hiszek abban, és nem is lenne helyes
ha egy társadalomban megbomlott generációs egyensúly, generációk közötti harcát transformál. És nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a választójognak az ilyen típusú átalakítása az egy ilyen krízis részt tudna hozni. Mert a belépő fiatal korosztályok száma egyre csökken, a munkaerőpiacon való jelenlétünk csökken, a jelenlét fizetési képesség alacsonyabb, mint a változás, keletkezik egy hiány, amit az állam kell finanszírozza mindig kasszába. Ugye ezért volt ez a kötelező nyugdíj, magánállás, ez volt a hivatalos indok a kötelező magánnyugdíj pénztár rendszerben. Minimum 500 milliárdot kellett évente betölteni a ott lévő rúgba, amiatt, hogy ez a kötelező magánnyugdíj pénztár rendszerén ki volt. Most nem megyek bele abba, hogy hova tették, mindent bele, de valójában valamelyest megpróbálták a nyugdíj pénztárat egyensúlyba hozni, de itt súlyos gondok lesznek ma már a nyugdíjrendszerrel. Tehát ez akárhogyan is van, egy nagyon fontos issue lesz bármelyik kormány választási politikájában. Tehát egyetlen kormány sem fogja megkockáztatni szerintem ilyen körülmények között azt, hogy ő egy többes választójogot adjon a családoknak. Pedig a elmondottakkal is, a professzor is elmondott, hogy felrajzoltál, ezzel lehetség, tehát ezzel azt a réteget, amely egyébként a társadalmi illetelmezéséhez biológiailag is aktívan hozzájárul, ezt nagyobb súlyban lehetne figyelembe venni a választási kampány során szabadon. És ez szerintem is, mint célkitűzés rendben is van. Amitől itt tartott, hogy a választási kampány természetének változása a globalizált erőtér, és ezen belül is, mert én közvélemény kutatással is sokat foglalkoztam, és próbáltam megérteni a választó magatartás változását, különösen a 90-es évek. Nagyon mélyen foglalkoztam vele. Ma egyre inkább kétségben van az ilyen, hogy a jelenlegi szörvény módszerekkel lehetne mérni az embereknek a preferenciáját. Valóban azt mondják el, és hogy a felvételek, az ezeres telefonos felvételek, azok kapcsolatban arra, hogy akkor bármilyen következtetés lehessen. Csinálnak nagyobb mintákat is, csinálnak mindenféle egyéb kutatásokat is, de én úgy látom, hogy a Big Data elemzésekkel, a Cambridge Analytica módszereivel, vagy egyáltalán tehát a Facebookon is a Twitter tartalmi elemzésekkel sokkal többre lehet tudni egy társadalom aktuális állapotának a feltérképezésében. Már, mint a közvélemény kutatásokat a 2-1-szereségben. Nem becsülöm ezt, pláne nem, hogyha a trendkép tudja. Tehát a fényképeket egymás mellé rakjuk, akkor látjuk, hogy olyan színeződik el a világ pártreferenciát tekintetében. De hogy szerintem a hiba határjelentő mértékben megnövekedett, és mindenféle súlyozások, átszámítások alapján a valóságtól jelentkezik képet fogunk ilyen, és azt sem tartom kizártnak, hogy a magyar választásokon, ez most 2018-ban már meg fog jelenni, úgyhogy amit mondanak a közvélemény kutatások, ahhoz képest lehet, hogy majd meglepetésekkel kell számolni, lehet, hogy is pártok esetében lehet, hogy pártok esetében, de miután az alkotmánybíró szólásszabadságban rendkívül korlátozó minél szűkörben is, ezért maradok a kapcsolatnál. Köszönöm, professzor úr! A statisztikai táblák nagyon sokat mondóak voltak, de én megkérdőjelezném azt a statisztikát, amit az utolsó nevezen bemutatott, ez az 50% cigány, milyennek a forrása? Nem egy plauzibilis becslés ez, és én kétlem, hogy még közel is van az effektív igazsághoz. Ezt akkor most erre feleljen? Tehát ugye a Klemensberg is... Milyen irányba? Milyen irányba? Nem igaz. Tehát úgy gondolja szerintem a professzor, hogy ez túlzás, ugye? Igen, nem csak túlzás, hanem erős túlzás. Igen, most
a helyzet az, hogy a Klebersberg intézményt fenntartó központ az iskolaigazgatókat kérdezte meg, akik ugye a terepen vannak, akikhez bemegy a gyerek az iskolába, és el tudják róla dönteni, hogy cigány vagy nem cigány, ismerik a családot, stb. A másik statisztika, amely bevalláson alapú, nagyságrenddel kevesebb cigányt ismer Magyarországon. Ugye a maguk a cigány kérdéssel foglalkozók, itt egyébként lesz majd erről egyes tavasszal, azok ugye valahol 1 millió közétel körüli lélekszámra teszik ma már a cigányokat, akik ezzel foglalkoztak, azok a látomok. Mondanak, 800 ezernél biztos többen vannak. Viszont ugye az igazi probléma az, hogy ugye egyébként a cigányoknak is csökken a fertilitása, viszont ugye még mindig 3 fölött van bőcskán. De a magyaroké, ha ezt figyelembe veszik, akkor azt hiszem, éri el az egyet. Tehát ugye az egészen katasztrofális. Na most a tény az ebből az jön ki, hogy az országot nagy területei, segítsen, hogy ezt a enklávészerűen kezdenek működni az iskolákban. Tehát az a nagyon kevés magyar gyerek, aki bizonyos vidékeken van, az már elmegy, és iskolák egyre másra válnak, szintcigány intézményé, meg olyanná, hogy 80-85%-os a cigányság része legyen. Tehát az iskolákban ez már nagyon kijön. Tehát a magyarok, sajnos professzor, nem néznek szembe azzal a ténnyel, hogy ugye a magyar korfa ilyen, a cigány korfa meg ilyen. A 60 éves idősen cigány csak mutatóban van. Tehát ugye a cigányság lélekszáma az nem úgy jelenik, hogy a magyarokon belül harmonikusan eloszlik, hanem úgy, hogy gyerek nagyon sok van, öreg meg nincs. Sajnos professzor, nem biztathatom azzal, hogy a kliknél tévedtek. Ők maguk is megdöbbentek az adat. Tehát nem az van ideírva, elnézést, hogy az iskolások fele cigány, csak az, hogy az első osztályosban, 6 éveseknél már 50% volt. Ezek most harmadikba mentek, tehát ez az egész följebb jött 2 évvel azóta, ami olyan van felírva. Kapott ez publicitást? Nem, nem. De hát az a helyzet ezen a mai világban nem kell csodálkozni. Nem is kapott. Nem is kapott. Szigorú a publicitás. Én a Klebersbergben dolgoztam 3 évig, úgyhogy teljesen igaz. Sajnos azt kell mondjam, hogy tényleg professzor, akik ismerik a terepet, azok tudják, hogy ez van. Hát, hogyha megkérdezzük Stumpf Istvánt, hogy ha mondjuk... Herceg volt az egy különleges. Na, de azért mondom, hogy nincs egyetlen cigány, és nem csodahordják a gyerekeket, mert mindig is mondják az oldalba, hogy az összes településről a környékről. A cigány gyerek? Nem, nem cigányok mind kivonulnak, mert bizony, ugye, és mondjuk hány falu... Sárgalja, Mihely és olyan tudok mesélni sok újságíró barátommal, hogy akartak csinálni szülészeten felvételt a különféle támogatás, és csak cigány asszony feküdt. És ez Dunántúli város. Tehát ez nem, a 3 éve mondta debreceni szülésznőgyógyász osztályvezető főorvosi újságíró kollégámnak Debrecenben, ami nem cigány fellegvár, hogy a nagyjából 85%-a cigány, aki bejön szülni. Tehát a fiatal korosztály körében elképesztően nagy a cigányos. Miskolc városban 9-1 az a város. Sajnos ellen részén azt kell mondjam, hogy inkább kérem, hogy higgy el, hogy ebben nincsen különösebb hozzás. Ez nagyobb publicitást érdemelne, és nagyobb vitát, mint kap, nem? Hát, sokan vannak, akik ezzel egyet értenek. Egy másik naív kérdés, amit szeretnék feltenni. Többek mondták nekem azt, hogy azon kívül, hogy féltek a roma előnytől, amit ez a reform adna, válaszoljuk megadással a gyerekeknek, hogy egy probléma az, hogy a cigányoktól a voks megvásárolható. Ez kétségtelen. És azt szeretném kérdezni naív módon, hogy egy titkos szavazás alapján hogy lehet egy voksot megválasztani, hogy ezek olyan becsületesek, ezek a cigányok, hogyha valaki ad nekik 1000 forintot professzor, arra a pártra szavaznak, ahol az 1000 forint jön.
én őszintén elmondom, hogy ezt a saját élményemet mesélem el. 2006-os választási kampányban Gyarmati Dezső Viszlanda olimpiai bajnok, ugye nagy Fidesz szimpatizáns volt, és van neki egy szállodája, egy aljótó hotelban. Ott tartották ezeket a nagy összejöveteleket, ott ültem az egyikkel, mert egy fideszes képviselőjén a kampányfőnöke voltam, és mindig úgy voltak meghívva, hogy képviselőt és kampányfőnök, tehát kétszer annyi a munkahelyben hoztuk kerülem. És ott ezt a kérdést föltették, és akkor Orbán Viktor a színpadon ülve, a, mondjuk úgy, hogy a csibészes mosolyával annyit mondott, hogy hát gyerekek, ezt mindenütt a helyben szokásos módszerekkel kell kezelni. Úgy szólt a kérdés, hogy hát mit csináljuk, hogyha a szocik veszik a cigány szavazatot? És akkor erre Orbán Viktor ezt felállt, de mondom, örökre megjegyeztem, mert a részint a válasz szellemes, részint a válasz kegyetlen, részint pedig hát egyszer ez a magyar lakosság. Azt mondta, hogy fiúk, a helyben szokásos módszerekkel tessék kezelni ezt a problémát. Mindenütt megvannak a helyben szokásos módszerek. Tehát ebből pénzt lehet csinálni, és igen, sok cigány közösségben pénzt csinálnak ebből, de professzor úr mondta pár pénzt. Pénzt csinálnak abból, hogy eladják a szavazatot. Hát, hogy eladják a szavazatot. Eladják úgy, hogy megígérik, hogy tényleg arra... Van ennek egy módszer. Rengeteg módszer van, de az igazság, hogy ez nem szakács tanfeltem. Van úgy, hogy kihozatják az első évvel a izét, a borítékba kell betenni, az bedob üres borítékot, kihozza a szavazó, ki beixelik a következő, nem mutatja, beviszi, bedobja, kihozza az üres szavazatot, hogy akkor cserébe. A másik, hogy a végén csak akkor fizetnek, hogyha a szavazókörben kijön, hogy láthatóan a cigányok ide szavaztak. Vannak szavazókörök, amelyek csont cigányok, már hát nagy egymárék vannak. Rengeteg rendszerben ezt sajnos meg tudják oldani, és meg is oldják. Tehát itt a 2010-es választások után az egyik ilyen nagy választási reform nem a kötött szavazójog, hanem a előzetes regisztrációhoz kötött szavazójog. Amelyik ugye azt célozta volna, hogy mindenki, aki a választásokon részt akar venni, annak regisztrálnia kell. Itt olyan, hogy nem. Most nincs így. Nincs, mert van egy olyan regisztrációs képesség nyilvántartási rendszerük, ami szükségtelenné teszi a regisztrációt. Ez a regisztráció, ez a bevallott filozófiája, vagy a nyilvánosan képviselt filozófiája szerint arról szólt volna, hogy hát az a polgár, aki részt akar venni abban, hogy a magyar kormány, parlament hogyan működjön, az legalább annyit tegyen meg, hogy elmenjen és regisztrálja magát az adott választási irodában a választásokat megelőző 15. napig. Ez a miniszter elnöknek fixa idája volt, én szerintem indirekt módon talán Húsa el is rögtötte, hogy valójában mit szolgált volna. Ez azt szolgálta volna, hogy az alacsonyabb képzettségű rétegek, akik egyébként sem akarnak elmenni szavazni, vagy az ő szavazatok könnyebben meg lehet venni, azok nem regisztrálták volna magukat, és ezek tömében baloldali szavazók ként vannak definiálva. Ez volt a háttérlegenda a dolgok között. Nem tudom, hogy ez mennyiben igaz, és azt sem tudom, hogy nem lehetett volna ugyanúgy szavazatvásárlást csinálni a regisztráció összefüggésében. Hogy hol túl a miniszterelnök urat idézzük, ugye ő mondta azt, hogy találékonyak vagyok, ugye, amikor a benzin vagy olajszűkítésről volt szó. Ugye ő találékony a magyar. Tehát ha adócsalásról van szó, akkor hihetetlen, vagy bármilyen csalásról, akkor van. Még egy gombot mondnál, légy szíves. Na igen, most már kettőt nyomtál. Ez jó. Most az igazság, hogy ki kéne rajzolni egy vonalkának, amit itt láthatok, ezt egyébként szintén láthatunk. Ez a szülőképes korú nők száma Magyarországon 1870-től 2030-ig, most itt vagyunk. Tehát egy olyan szuhanó pályán, hogy a mi igazi, hogy mondjam, a nemzeti katasztrófa előszobájában vagyunk, mert nem lesznek, akik megszüljék a gyereket. Ugye ebből a
egyre fogyatkozó tömegből elmennek egy csomóan külföldre, ugye az már gyakorlatilag ugye a katasztrófa meg a csőd között az a különbség. Most csődben vagyunk, csődgondossággal lehet valamit csinálni. Katasztrófa az, amikor nem nincsen, kicsúsztak a folyamatok a kezünkből, semmit nem tudunk csinálni. Pár éven belül eljön az az állapot. És csak azért teszem hozzá, hogy lehet azon, tehát lehet nem adni a nőknek a gyerek után választójogot, de nem feledkezzünk el azokról a nőkről sem, akik azon gondolkoznak, hogy szüljenek egy gyereket, és ugye sokszor az a válasz, hogy hát olyan bizonytalanban jövünk. De ha azt mondják neki, hogy édesem, hát most nem gonosz leszek, és azt mondom, hogy cikálmán felesége állat szavazhatna minden gyerek után. Ennyi? Saját jogon is? Na, mert akkor hangosan? 8-at. Plusz Dabócikánál szavazott. Akkor az a család mindjárt 9 szavazattal lépne be a történetbe. És na, végtelenül kevesen vannak a Dabócikánának, tehát ugye ijesztően kevesen. Őszintén megmondom, hogy a kormány családbarátunk tudjuk, de azért csöndben bevallottam, hogy a mostani ország 2010-től 2017-ig 7000-rel csökkent a nagy családok száma Magyarországon. Amihez hozzá kellett, hogy amúgy is iszonyúan kevés volt, tehát olyan kevés a nagy család, hogy azért láttátok a számokat. Nincs kiből a nagy család, de a nagy család fehér holmú. És amit professzor úr mondott, hogy a reálisan lehet arra számolni, hogy egy családanyának nagyobb felelőssége van a jövőben, a jövő iránt, mint mondjuk egy 80 éves embernek, aki tökéletesen beéri azzal, hogy most osztanak krumplit, vagy nem tudom, mert annyi mindent lehet hallani, hogy mi történik. Ugye, tehát megfontolandó, kétszer-háromszor megfontolandó, hogy a magyar választási jog békés reparálásának, tehát hogy egy új országgyűlés jövőjének ki nagyobb felelősséggel alakuljon meg, mégiscsak a gyermekek szavazójoga, illetve a gyerekek utájának szavazójog megadása volna. Én szerintem a békésen elérhető legnagyobb esély arra, hogy az ország gyűlést és a kormány ne csak az öregek problémát, ez az adat, ez dermesztő, a 3,6-szer akkor a költség a közösség számára az öregek, mint a gyerekek. Ha megengedtek még egy mondatot, hogy a konkrétan ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy az idő a gyerekekre száll pénz, ugye a gyerek az befektetés a jövőbe. Ugye ezt még mindenki rögtön megér. Na de hát az öregekre száll pénz, az befektetés a napokban. Na most ilyen arányban befektetni a jövőben ilyen keveset és ilyen sokat a múltba, hát azért ez egy veszélyes folyamat. És ne felejtsük el, ugye, hogy a növekedés az elben mindig ugye bármeddig tarthat, persze tudjuk, hogy nem, de a csökkentés az világos, mert a padló az egészen pontosan megvan mindig a dolog. János, ezzel az érveléssel biztos, hogy nem fogod tudni a politikát. Mert valami finomítani kellene ezzel a generációs konfliktus elmeséléssel, mert egyrészt szerintem négyszer bennem egészen így van, mondom még egyszer a nyugdíjvás, a megvásárolt nyugdíj, befizetett nyugdíjtől. Le kéne tisztítani az adatokat, hogy melyik az, ami valóban öreggondozásra és egyébre megy, tehát tisztában nyugdíj fölötti részt, vagy beállt levelőre azt, amit a már előre befizetett nyugdíj is kapja vissza. Meg nem jó ez a mindenki, de más utának kapcsolódnak. Arra kellene inkább hangsúlyt helyezni, hogy miért fontos azoknak a súlyát megnövelni a választásnak, akik hajlandóhoz, közjóhoz, olyan mérkőzik,